Itt a videónapló újabb fejezete, csak egy rövid bejelentkezés az úszodából. Nemrég itt úsztam 500 métert. Nem is látszik magadtam, annyira fényes. Hát egy ilyen jó hóeséssel jó kijönni az úszodából. Mutatom, olyan klassz. Fantasztikus. És most hóesésben tudtam úszni. 500 métert, igen. Pillanat. Ilyen szép nagy hó van. Szóval nagyon elégedett vagyok, hogy sikerült ez a mai úszás, mert most 27-éig zárva lesz az úszoda, és már nagyon hiányzott az úszás, mert azt hiszem múlt vasárnap voltam, valami ilyesmi, igen, múlt vasárnap, és már éreztem minden porcikámba, hogy hiányzik. Mennyi hó, fantasztikus, ilyen fehér karácsony lesz. Annyira el voltam kánficsorodva a csütörtöki orvoslátogatás után. Aztán végül belegondoltam, hogy tök mindegy, hogy infarktusom volt, vagy koszorú érgörcsöm, vagy post-covidos, akármicsodám. Tök mindegy, milyen szívcucc ez. Az a lényeg, hogy rendbe jöjjek, és ennyi. Ez a lényeg, hogy tudjak úszni, meg mászkálni. És most sérült bokával is el tudtam jönni. Vigyázni kell, nem szabad sokat sétálni, de fő az, hogy az ember mozgásban maradjon. Mindjárt megmutatok egy képet így a parkról itt az úszoda mellett, mert az olyan szép. Néztem a tegnapi videómat, amin hullafáradt voltam, és szét volt teljesen esve a fejem, és annyira elszomorító volt, és utána úgy döntöttem, hogy hát ez nem maradhat így, összeszedem magam, és aludtam, meg eljött egy nagyon kedves barátnőm, meg jókat pihentem, és jobban lettem. És most ez az úszás aztán tényleg segített. Itt van az irgalmas ez. Olyan jó, hogy ilyen helyeket csak kívülről kell látnom. Annyira nem akarnék kórházba menni. És itt volt a jó kis úszás. Azt a mekkora hó van már. Mikor jöttem, még sokkal kisebb volt. De klassz. Na hát ez az, ez tök jó. Ja, és a vérnyomásom az egy kicsit magasabb volt úszás előtt, de bevettem egy tenziómint, és úgy úsztam le az 500 méter, és utána meg sokkal jobb volt. Úgyhogy így kell ezt csinálni. Sziasztok, minden jót!